Thank you for inviting me. It's an honor to speak at this conference, and it's the first time I've ever been to Hungary, so it's very special. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek erre a témáról beszélni. Főképp azért, mert Magyarországon most családoszorom életemben először. A fő témája az genetikai szempontból a fajtáknak a megőrzése, a fajták továbbvitele lesz. Képen látható intézmény az Norvégiában található, és az elnevezését, hogyha lefordítjuk magyarra, akkor körülbelül annyit tesz, hogy az ítélet napja pincéje. Egy nagyon-nagyon hideg területen található az egész intézmény, és ide összegyűjtették a világ minden tájáról a mezőgazdaságban jelenleg fellelhető növények magjait. Megőrizvén arra az esetre, hogyha mármelyik a későbbiekben ki fog pusztulni, hogyha ezeket újra szeretnék akármilyen szinten regenerálni. És ez egy nagyon-nagyon érdekes és rendkívül drága kezdeményezés. Ugye ez lett található a földben az egész dolog, rendkívül hideg a klíma, nagyon komplex berendezkedése van az egész épületnek technikai szempontból, és ezzel tudják azt biztosítani, hogy ezek a magok fönnmaradnak az ítélet napján túl is, és innen jön az a kiinduló kérdés, hogy vajon, mert ugye ezek növények, hogy vajon az állatok, a gazdasági haszonállatok szempontjából például egy génbank az milyen szinten lenne képes működni hasonlóan a szempontjából. Be a theme that I'll come back to at the very end.
Ebben a programnak a keretében bevonásra kerül, tehát képbe kerülnek a háziasított állatok is. Látszódik azoknak a fajoknak a listája, amelyek az ENSZ védelmi programja alá tartoznak. Tehát olyan értelemben a védelme a fajoknak, hogy ezeknek a megőrzése, megtartása. És most a kutya az nem azért szerepel ott vörösként kiemelve, mert hogy ennek kulcs prioritása lenne, hanem pontosan azért, mert gazdasági haszonállatok mind a mellett, hogy ebbe a programba bekerültek, a kutya ebből teljes mértékben hiányzik, holott a gazdasági haszonállatoknak a fenntartásához a kutyát mind a mai napig egy csomó olyan feladatra használjuk, amit mindannyian ismerünk, ugye terelés, őrzés, és a többi, tehát a kutyának a megőrzés, a kutyafajtáknak a megőrzés ugyanúgy fontos lenne. És nagyon-nagyon röviden magának a kutyának a történetéről fogunk beszélni. The basic question, how... Ez az a kérdés, azaz, hogy egy olyan faj, ami nagy valószínűséggel úgy nézett ki, mint a modernkori farkas, az hogyan jutott el arra szintre, mint például a mops, vagy a német jövesz, ugye? Kutya háziasításának körülményei, azok még a mai napig nem teljes mértékben tisztázottak. So, dogs and wolves share a common ancestor. The dog didn't come from the modern wolf, but they share a common ancestor. And there were two genetic bottlenecks in the history of dogs. Once when they diverged from the wolf ancestor, and the second one when they went through domestication, and the second one when the breeds were formed. So this is a period where the gene pool becomes smaller as they develop new forms. A kutya az egyértelműen egyértelműsíthető nagy valószínűséggel nem a mai modern korban ismert farkastól származik, hanem annak egy megelőző fajából, alfajából vezethető vissza. Kettő olyan időpont volt, amikor maga a génállomány beszűkült. Az egyik akkor történt, amikor az akkori farkas fajból vagy alfajból maga a kutya, mint olyan létrejött, és ezt követően volt egy másik történés, amikor a fajták, mint olyanok elkezdtek kialakulni. Dogs were the first domestic animal between 15 and 30,000 years ago, and the other domestic animals are much more, thousands of years more recent. Ez az idővonal, ez azt mutatja be, hogy a kutyák azok az első háziasított fajba tartoznak. Körülbelül 15 és 30 ezer évvel ezelőtt történhetett az egész dolog, ez még mind a mai napig tudományos tárgyát képezi. A többi gazdasági haszonállat, amelyek a háziasításnak az eredményeiként jöttek létre, azok is több ezer évet találhatóak vissza, hogy a háziasítás az megtörtént. With a long coat or a short coat, or long legs or short legs, depending on the habitat.
meghatározás. Erre szóra én nem találtam a magyar megfelelőt, hogyha valakinek van ötlet, az ő tájfajta. És ezt valaki tudja, hogy ez konkrétan ez mit jelent? Maga a definíció. Tehát ugye az egésznek az a lényege, hogy nem funkció szerint szelektíven történt meg a tenyésztés, hanem ugye a népvándorlás vagy az adott területen való körülmények formálták az adott kutyafajtának a kialakulását, tehát minimális emberi beavatkozás történt. Tehát, hogyha olyan volt a közeg, akkor kialakult a hosszú szőr, kialakult egy teljesen más jellegű karakterisztika. Tehát magát a lényeg az, hogy a fajtának a kialakulását az adott közeg, az adott környezet befolyásolta. Pár olyan fajtát látjuk, amik ezek közé a fajták közé tartoznak. Ugye látjuk a Kálmán kutyát, a Basenjit, a Slugit. Ezek a fajták, ezek mindenben a kategóriában tartoznak kialakulás szempontjából. Még abban az esetben is, hogyha ezek a kutyák, ezek a fajták azóta bekerültek abba a kategóriába, hogy tudatosan tenyésztőjünk van most már nőttük. The land races that were formed naturally because of the environment are incredibly diverse. And this is a map I made with some of the land race breeds of sighthounds. And I actually ran out of space to put more on here. So there are more than this. And they're all regional, specialized breeds with incredible diversity. Ezek a csoportba tartozó fajták rendkívül széles spektrumot ölelnek föl, rendkívül sok ilyen fajta található, amely így alakult ki több ezer évvel ezelőtt természetesen. Magán a térképen be van jelölve fajtánként, hogy melyik fajtának melyik volt a kialakulás szerinti helye, de természetesen ezek között, tehát ezeken kívül számos további fajta található. A különböző populációk között a különböző vérvonalak, génállományok azok cserélésre kerültek azért, hogy magát a beltenyésztést valamilyen szinten kiküszöböljék. Ez a mai világban egy kicsit sok esetben kimarad. Most ez vagy tudatos volt, vagy ahhoz köthető volt, hogy ugye azért a népvándorlás mint jelenség megvolt. Tehát volt kutyáknak különböző populációi, de ezek nem voltak egymáshoz teljes mértékben lezárva. Registry, a stud book where they keep records of the pedigrees. They write a breed stamp.
So animals that don't belong to that group can't be bred to them. And then we call those purebred, and that's the development of the modern breed. Did it just leave? I didn't do that. Hello? És itt pedig látható a kezdetektől a mai napig tartó folyamat, ami a fajtáknak a kialakulását mutatja. Tehát ugye a lemészekről arról volt szó, ezt követően kezdődött el az, hogy tudatosan határozott céllal, funkció alapján kezdtek el kiterjeszteni fajtákat. Ezt követte az, hogy ez megindult ugye ezeknek a kutyáknak a regisztrációja. Törzskönyvek azok ugye elkezdtek kialakulni a föld különböző területein, megindult az egész dolognak a regisztrációja. Ezt követte az, hogy elkészültek a fajtákhoz tartozó standardek, amik leírták azt, hogy az adott fajtának hogyan kell kinéznie, adott esetben viselkednie. És ugye sokat beszélünk arról, hogy zárt törzskönyv, ez annyit jelent, hogy az a populáció, az populáción belül párosítható csak. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az ilyen fajta az amolyan fajtával nem keresztezhető, azt nevezzük fajta tisztakutyának. És akkor elérkeztünk abba az állapotba, ahol most jelenleg a fajta tisztasága a kutyának meg van határozó. So, just as we saw in land races, where a lot of diversity in different types of developed, we've also exploited the genes of the modern dog to produce very, very different looking dogs, from the Pekingese to the Chihuahua to the Irish Wolfhound. Ugye amikor a kezdeti fajták, amik lokálisan kialakultak, ott megvolt egy hatalmas nagy változatosság. Emellé a későbbiekben kialakuló tenyésztői tevékenység, a szelektív tenyésztése a kutyáknak, az tovább növelte a fajtáknak a változatosságát. És ezért jutottunk el odáig, hogy ahogy a képeken is látszik, hogy rendkívül egymástól eltérő különböző kutyákat találunk, mint fajtákat. The first dogs we think were domesticated between 10 and 30,000 years ago, but all of the modern breeds on the timeline, or just a little spot at the end, the last 150 years. So most of the breeds that we know are very young. They're very ahogy korábban volt szó, de a kutyáknak a háziasítás az kb. 15-30 ezer évvel ezelőtt történt meg. Viszont a ma ismert kutyafajtáknak a története az körülbelül olyan 150 évre vezethető vissza, mióta vannak fejezéseink, mióta van ezeknek a fajtáknak a regisztrációja. So there are two groups of dogs, the land race dogs that develop naturally in an environment and have an open gene pool where they mix genes from group to group, and the modern breeds which were developed in closed gene pools where they didn't allow mixing between other groups from other breeds. Van két fajta csoportunk, tehát az egyik, ami a bal oldalon látható, azok, amelyek mert a fajta kialakult azon a lokáción, ezek a kutyák, ezek egymással között szaporodtak, cserélték a génállományokat egymással, és emellett van pedig egy másik jelenség, amikor azt mondom, hogy egy fajtának a populációját az zártá teszem, és ezzel az egész génállományt kvázi fogom és lezárom, leszűkítem. So what I'm going to talk about for the rest of the time here is how those different breeding systems had consequences for genetics. Okay, so we had the land races with open gene pool and modern breeds with closed gene pool. And we're going to talk about two different kinds of genetics. One is animal genetics, when you think about genes being inherited for specific traits, dominant genes and recessive genes, and what I call dog genes, the genes that make the dog be a dog. And the other kind of genetics is called population genetics, and it's the genes in a group of animals, in a population of animals.
And that's what's going to be important for control of inbreeding and genetic disease in dogs. Hogyha a kutyáknak a genetikájáról beszélünk, akkor két különböző területről fogok beszélni most. Az egyik ugye ott van a teljesen nyílt szaporodás, amikor nincsen egy lezárt génállományom, mellette ott van a modernkori tenyésztés, amikor van egy zárt génállományom. És hogyha genetikáról beszélünk kutyákkal kapcsolatban, akkor két területre szét tudjuk osztani magát a tudomány. Az egyik foglalkozik magával a genetikával, ami az egyedre vonatkoztatható le, hogy néz ki a DNS, stb. A másik terület, ami ebből az aspektusból fontosabb, az pedig ugye a szaporodás biológiához köthető genetikai tudás, ami az örökléshez köthető hozzá. Most, hogyha a beltenyészet előnyeit és hátrányait nézzük, mert van mind a kettő, ugye beltenyészet akkor keletkezik, amikor egy populáció esetében azt mondom, hogy akkor ez zárt lesz, és akkor kizárólag a populáción belül történhet a tenyészés. Ami az előnye az egész dolognak az, hogy az a megjelenés, és akkor beletartozik a viselkedés is, az egy előre kiszámítható, előre fixált dolog lesz. Eltűnnek a különböző fajta variánsok, vagy nem eltűnnek, de ezeknek a száma az lecsökken. Tehát sokkal kiszámíthatóbb fajta jelleget fogunk kapni. Ezzel szemben, ami az egésznek a hátránya, az, hogy a génállománynak és az nagyon idézőjelbe téve frissessége az, ami az egész dologban el fog veszni. Ennek következménye az, hogy a belterészettől tud, ezt nehéz lefordítani az inbreeding depression, ez is egy olyan dolog, amire egy magyar megfelelőt nem tudok biztosan. Ugye ez az, amikor a belterészet miatt elérkezik egy olyan pont, hogy túlterhelt lesz ez a génállomány, és előjönnek mindenféle genetikailag örökölt hordozott betegség. Ez egy túlterhelt állapot. És akkor ennek következménye az, hogy az olyan nagyon sokszor emlegetett genetikai betegségek, azok elkezdenek, tehát azokat a száma, gyakorisága, az meg fog növekedni. Ez ugye magasabb halálozások eredményez az adott populáción belül. Tovább fog csökkenni maga a populáció, ami egyébként bajban van, és genetikai esetőségek, tehát lehetőségek arra, hogy vérvonalfrissítés akármi történjen, ez továbbá el fog maradni, illetve nagyon-nagyon sok esetben súlyos betegségek meg tudnak jelenni, és azok tartósan jelen tudnak lenni, mint például a rák. There's only one thing that can happen, which is the gene pool gets smaller over time.
kép azt ábrázolja, hogyha van nekünk egy zárt génállományunk, ahova nem tudunk új génvariánsokat bevinni, akkor előbb-utóbb ennek következményeként itt ebből további variációk, variánsok fognak kiesni. Két eset történhet meg, ahogy telik az idő, és ahogy a beltenyészet növekszik, a genetikai változatosság az ennek mértékében fog csökkenni. Mert ez nagyon fontos dolog, hogy a génállománynak a változatossága az meglegyen. Hogyha már az előbb elég hosszan felsoroltuk azt, hogy milyen következményei van. Az egyik az a palacnyak hatás, ezt magyarul is így hívjuk, ha jól tudom. Ez három dolognak köszönhető. Az egyik ugye a háziasítás, amikor háziasítottuk, akkor már megtörtént az, hogy egy populáció az zártabb lett. Amikor fajtákat hozunk létre, ott is szűkítjük a populációt, és ezáltal magát a génállományt, és ahogy a későbbiekben ezt látni fogják, háborúk esetében is ez bekövetkezik. A szelektív tenyésztés esetében pedig itt van még négy dolog felsorolva, amit mindjárt részletesebben is látni fognak. És akkor a palac nyakhatásról egy rövid kis szemléltetés. Ez a grafikon mutatja a kutyáknak a populációját ugye az elmúlt évszázadban, illetve napjaikig. Három nagyobb kilengés található negatív irányban. Ugye az első világháború, a második világháború, ugye itt a populáció lezuhant elég drasztikusan, és ugye ez genetikai szempontból se túl jó. És a harmadik ott 1980-as évek elején, az pedig annak köszönhető, hogy nem háború volt, hanem a The Kennel Club, ugye Nagy-Britanniában ők regisztrálják a törzséget. Ők kitaláltak egy új törzsénezési szisztémát, ami nem kölyökre, hanem alulra törzskönyvez, és az okozza ezt a hatalmas nagy zuhanást egyet számban, aztán utána ez elkezdett visszaemelkedni, mert utána visszaálltak a régi szisztémára. By the time they had made it to generation 4, they only had the genes left for less than 20 dogs. So they had thrown away 100 dogs worth of genes and were left with only 20. Ez a grafikon a Golden Retriever-eknek az egyet számát mutatja, illetve annak a változását.
onnantól kezdve, mióta erre vonatkozó adataik vannak. Az a szelektív terjesztésnek egyértelműen hatalmas kiadása van arra, hogy a különböző génállományoknak a változatossága az megőrzésre kerüljön, illetve meg legyen őrizve. Most, hogyha azt megnézzük, hogy ilyen közel 120-nál áll a diagram akkor, amikor az egész regisztrációs dolog megkezdődött, és most pedig áll, vagy 1925-nél áll. Most, hogy ezt megnézzük, azt mondhatjuk, hogy egy hatalmas mennyiségű változatosságú génállomány került ki a terjesztésből. Here's another example of the same thing. So they start with about 20 dogs, and in a few generations they're down to 5. So it's an Icelandic sheepdog. Izlandi mesztyűtjön, mondom, hogy így hívják magyarul is. Esetében ugyanez volt a tendencia, elkezdték egy bizonyos egyet számmal, ami utána ezt követően teljes mértékben zuhant. This is a land race also. This is an old breed. And this loss of genetic diversity happened when they became a kennel club. És ennél a fajtánál az fontos kiemelni, hogy ez egy ősi fajta, ami abban a csoportban tartozik, amely saját magától fejlődött ki. Úgyhogy az a genetikai diverzitás, az a genetikai változatosság, ami itt elveszett, az egy nagyon-nagyon nagy veszteség genetikai szempontból, és ez a zuhanó repülés a populációban, ez akkor következett be, amikor a Kennel Club elfogadta ezt a fajtát, és elkezdték a regisztrációját. And this is data for two breeds, Lancashire Heeler, which is a little dog like a corgi, and Nova Scotia Dachshund Retriever, which is a gun dog. And this shows how quickly the level of inbreeding increased once they became kennel club breeds. So in just a matter of 10 years, high increase in inbreeding. Itt pedig két másik fajta esetében lehet azt megnézni, hogy maga a regisztráció az milyen kihatással volt a belterjesztésre. A Lancaster Heeler, illetve a Lovakos Dachshund Retriever esetében látszódik, hogy a populáció esetében a belterjesztés az milyen mértékben növekedett. Összefoglalva, a két grafikon, az alsó grafikon az, amit az előbb is néztünk. Most ebben a fajtában, ebben a két fajtára vonatkozik a felső grafikon is, ami azt mutatja, hogy a megszületett populációból mennyi az, amit későbbiekben még felhasználtak tenyésztésre, és az látszódik, hogy körülbelül a 20-30%-a az, amit a megszületett állománynak a 20-30%-a az, amit a későbbiekben felhasználtak és bevontak a tenyésztésbe. Why should we care about genetic diversity? Is this a bad thing to lose genetic diversity? And yes, it is, because genetic diversity is what you need to be able to select for something different. You need diversity to improve something, you need diversity to get rid of something. Most a kérdés, hogy ha mennyit beszélünk arról, hogy genetikai változatosság, hogy akkor erre szükség van-e, meg miért van szükség rá? És a válasz az, hogy igen, erre mindenképpen szükség van, mert minél változatosabb génállomány van rendelkezésünkre, annál jobban tudunk dolgokat elérni, annál jobban tudjuk a szelektív terjesztést irányítani, és hogyha meg akarunk valami nem kívánatos dologtól, jelenségtől szabadulni, ahhoz is az kell, hogy a génállományunkban legyen változatosság. The most important reason we've lost genetic diversity is because of popular SARS. And let me explain. Dominant and recessive, why don't you just explain?
Az egyik fő oka ennek az egész jelenségnek, mármint annak, hogy elveszik a génállomány változatosságát, az a túlságosan popularizált, túlságosan népszerűnek kikiáltott felezőkon. Most of the genetic diseases in dogs are caused by recessive alleles. So if you only get one copy of the mutated allele, you have room for two copies, and the other copy is good, then you're healthy. If you get two mutated copies, then you have a disease. And most of the diseases in dogs are caused by recessive mutations. Nagyon fontos ismerni a recesszív mutáció a mechanizmusát. Ugye genetikai szempontból tudni kell azt, hogy van két allél, amiből még föl fog épülni az egész DNS a legvégén. Az egyiket az anyától, a másikat az apától kapja meg az utód. Hogyha recesszív mutációról beszélünk, akkor abban az esetben ehhez ugyanazt a mutációt hordozó másik allél kell, ahhoz, hogy maga a betegség kifejlődjön. Mert hogyha ez nem így van, tehát hogyha kapunk egy mutációval terhelt allélt, meg egy úgy egyébként, tegyük idézőjelben egy egészségeset, akkor a betegség mint olyan nem fog kifejlődni, hanem a kutya ezt csak a későbbiekben hordozni fogja, de a betegség kifejlődni nem fog. És a genetikai adagolódott betegségeknek a nagyon nagy része, ahogy a grafikonon is látszik, ebben a csoportba tartozik. Mutáció, mint negatív szó esetében tudni, hogy mindenki rendelkezik mutációval. Úgy az emberek, úgy az állatok, minden egyes faj esetében ez megtörténik, ez egy létező dolog. A lényeg az egész dolognak az, hogy ez a mutáció, ez az előbb említett kettő darab allél esetében mindkettőben szerepel, vagy csak az egyikben. Most a kis rajzunkon van három darab kutya, aki rendelkezik egy bizonyos jellegű mutációval, és akkor mindjárt meglátjuk, hogy mit történik velük. Annak a kutyának azért van korona a fején, mert ő nyerte meg a legutolsó kutya kiállítást, és ebből adódóan most egy nagyon felkapott felezők van lesz. Ha ez a fedezőkan, ez rendelkezik egy bizonyos jellegű, bizonyos fajtájú mutációval, úgy, hogy erről nem tud senki, akkor az ő kölykei felének az esetében nagy valószínűséggel ez továbbadásra fog kerülni. És amit fontos, hogy ezek a kölykök, ezek ettől függetlenül még egészségesek, mert hogyha tovább is adta az ő DNS-ében található mutációt, akkor annak csak az egyik ágát, az egyik alélt adta ő tovább. Akiknél ott van a nyíl kutyának a hasára, az mind tovább vitte ezt a mutációt genetikailag. So then the next generation, some of those puppies get bred to
And they say, oh, what a big surprise. Where did that come from? I don't have that disease in my gene pool, so it's just chance. És majd akkor történik meg, hogyha ezek a kölykök egy ugyanolyan mutációt tartalmazó másik allélt fognak megkapni, és hirtelen fölbukkan egy olyan jellegű betegség az almon belül a vérvonalban, ami mindenki meglepődik, hogy vakság, vagy akármi más jellegű dolog, amit genetikai öröklődésnek tanúsítunk, csak hogy a meglepetés, hogy ez akkor hogy került oda. Egy nagyon-nagyon nagy része, minden mellett, hogy szeretjük ezeket a kutyákat, meg nagyon édesek, nagyon jó, viszont ezeket a betegségeket nem hogy hordozni fogják, ezek a betegségek, ezek ki fognak jönni rajtuk. És hogyha megvan arra a módszer, vagy ha megtaláljuk annak a módját, akkor vissza lehet azért következtetni addig a kiutoló pontig, hogy ez valójában ezek a váratlanul felbukkanó betegségek, nem kívánt jelenségek, ez kinek köszönhetőek. És visszajutunk a kiinduló ponthoz. So the important thing to realize is that the breed did not have a genetic disorder before. It had the genes for a genetic disorder, but it did not have the disorder. And we created genetic disorder by making many copies of the mutation and spreading them widely in the gene pool. And it had nothing to do with this particular star dog. And next time it'll be a different dog and a different disease. But each one of these diseases is the result of one of these cycles where we make too many copies of a mutation, breed the copies together, produce a disease, then weed all those dogs out and wait for the next star. Ami nagyon-nagyon fontos figyelembe venni és megérteni és el. Különíteni egymástól. Hogy a legeslegelején nem arról volt szó, hogy ezek tehát hogy a kiinduló fedező kalunk az genetikailag beteg lett volna, tehát nem genetikailag öröklött betegségről volt szó, hanem az arra való nem is hajlam, hanem a lehetőségnek a hordozásába, hogy ez a dolog ez megtörténhet. De aztán ahogy végigmentek a dolgok folyamatában, bekövetkezett az a dolog, hogy ebből a lehet eshetőségből, ebből kifejlődött a genetikai probléma. És ami itt van mögöttem, most jelenleg kép, ez azt szemlélteti, hogy ha ennek az egész koncepciónak a himájából, a következményeiből nem tanulunk, akkor ugyanez meg fog történni egy másik egyeddel, egy más jellegű genetikai betegség esetében, és egy komplett populáció meg lesz fertőzve ezzel a genetikai örökölt betegséggel. So the effect of the popular sire is to change the composition of the gene. Push the composition of the gene pool to look more like him, because more of his genes have a higher frequency. So people don't think about that when they're thinking about breeding the litter, that it has consequences for the health of the dog if you breed to a related dog and get two copies of the mutation, but it also has serious consequences for the health of the population, the gene pool, because it changes the frequencies of the genes. Amikor egy nagyon-nagyon felfutatott, nagyon-nagyon sztárolt, nagyon
népszerű fedező kant használunk azért, hogy biztosítsuk azt, hogy az elkövetkezendő generáció azok nagyon hasonlóak legyenek hozzá, azokat a tulajdonságokat, azokat a fajta jeleneket hordozzák, akkor azt eredményezzük, hogy annak a idővel, annak az egész populációnak adott fajtán belül a génállománya, annak a változatossága fog teljes mértékben redukálni, lecsökkenni. Fajták esetében, tehát alul látszódnak a viszintes tengelyen maguk a fajták, és a függőleges tengelyen látszódik az, hogy az adott fajták esetében a vizsgált populációnál mennyire elterjedt a belterjesztés. És van három viszintes tengelyünk, van egy zöld, egy sárga, meg egy piros, az annak a szintjét mutatja, hogy rokonsági fokozatok szempontjából mennyire közeli ez a belterjesztési mód, ami ugye az embereknél is már azért tiltott, tehát itt nagyon-nagyon-nagyon szorosak ezek a családi szálak. Ugye van kuvaszunk, meg komondorunk. A kuvasz az most még oké, de a Commodore esetében ott azért problémák van. Képlet, ami azt határozza meg, hogy mi az a populáció méret, ami hatékony tud lenni, ahol nem lesz annyira változatosságát veszített a génállomány, hogy az még egészséges dolog tud lenni. És ez a képlet, amit itt látunk. Ez azt mutatja, hogy ha az adott populáción belül mennyi kan van, mennyi szuka van, ez az érték, ez hogyan változik. Size of maybe five, not 100
because it causes the inbreeding rate to increase because the genetic population size is small. Az egész abban a szempontból fontos látni, mert ugye az már mindig világos volt, hogy minél kisebb maga a populáció, minél kisebb és minél jobban szűkül be egy populáció, annál gyorsabban fognak megjelenni a genetikailag öröklött betegségek. És fontos különbséget tenni populáción belül is, hogy melyek azok az egyedek, amelyek genetikailag részt vesznek a populáción belül. Tehát, hogyha van a populációban például 100 szuka, és van benne 3 kan, attól még nincsen a szívüszöbölve, hogy különböző genetikai rendellenességek üssék fel a fejüket, mivel amit az előbbiekben is már hallottak, ez a dolog ezt meg fog ütni. Tehát ez egy olyan dolog, hogy populáción belül ezeket a dolgokat tervezni kell. Genetikai értelemben a földet összekutyák azok valamilyen szinten veszélyeztetett fajtának tekintetőek. Ez az 50/500-as szabály, ami arra vonatkozik, hogy azért, hogy ne következhessenek be. Tehát, hogy ne forduljon az egész beltenyészet egy teljesen negatív irányba, mekkora populáció szükséges. A szabály az azt mondja ki, hogy legalább 50-51-et kell legyen egy populáción belül, akik egymáshoz vérvonal szempontjából nem kapcsolódnak. És ez az 51-ed az, akik tenyésztéshez felhasználásra kerülnek, és úgy egyébként az egész populáció az állja 5%-ből. Meg lehet találni fajonként a genetikailag öröklött rendellenességeknek a listáját. Most ez jelen pillanatban a kutyák esetében 716-nál van. Lényegesen nagyobb, mint bármi más háziasított állat esetében. Ugye ezek azok a rendellenességek, amelyeket jelen pillanatban ismerünk, és a másik diagram, és a másik, ez ugye grafikonban mutatja azt, hogy fajonként az ismert genetikailag öröklött rendellenességeknek a száma, illetve maga a géneknek, a génekre vonatkozó tudásunk az most jelenleg tudom ezt szempontjából. By breed, from left to right, and the red bar is the number of disorders known.
then we have a test score, and we will never catch up. Ezen a diagramon pedig bizonyos kutyafajták esetében látjuk azt, a piros oszlop jelzi, hogy jelenleg az adott fajtában hány olyan genetikai rendellenesség van, amiről tudomásunk van, hogy ezek genetikailag öröklődtek, illetve ezekre vonatkozóan, ezeknél a fajtákban hány olyan tesztszűrővizsgálat van, ami jelenleg elérhető. És látszik az arányokból, hogy kb. Egy fajta az, ami talán kilóg a sorból, de látszik az, hogy lényegesen alacsonyabb azoknak a teszteknek a száma, az sokkal-sokkal alacsonyabb, mint azok a betegségek, amikor tudjuk már azt, hogy genetikailag öröklődtek, és nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a két oszlop sosem fogja egymást utolérni, mármint a kék a pirosan. Ez a helyzet, ez előáll, ez javarészt annak köszönhető, az recesszív mutációknak köszönhető, amikor ugye a kutya hordozza a génjeiben az adott rendellenességet, viszont időbe telik az, mire ebből bármiféle probléma lehet. Tehát ő ezt továbbadja, hordozóvá válik a populációnak egy bizonyos része, egy bizonyos arány része. És egyszer csak, hogyha ezek a hordozott rendellenességek összetalálkoznak, összeérnek, akkor jelenik meg maga a betegség, viszont az nagyon gyorsan el fog így terjedni. And knowing what they are isn't going to solve the problem. And there are far more than we will ever know. So a lot of people are excited about DNA testing. I can now test my dog for 5 different genetic diseases. But it has more mutations we don't know about. And we won't know about them until they become a problem too. So science is not going to solve this problem. This is a breeding problem. The breeders must solve this problem, but they have to understand it. Sokan genetikai öröklött betegségek esetében azt várják, abban reménykednek, hogy a tudósok fogják ezt az egész dolgot egy nap helyrehozni és megoldást találni rá. Erről viszont az esetőség az vajon kérdés, hiszen az ok az nem a... Mindemellett, hogy a genetika azért a rendkívül fejlődő tudomány, és egyre többet tudnak, mindent soha nem fognak tudni, főleg ezt az egész dolgot helyre rakni. Az, hogy tudunk ezekről a dolgokról, az, hogy egyre többet tudunk ezekről a dolgokról, ez a tudás nem fogja kijavítani az egész problémakört. Ez az egész problémarendszer, ez most jelenleg létező, érvényben lévő tenyésztői koncepcióknak köszönhető, és abban kellene változást eszközölni, hogy a későbbiekben az egész dolog az elmenjen valami teljesen más irányba. Genetic diversity is lost,
they have reduced fitness, reduced health, and more genetic diseases. And as the genetic diseases increase, the population gets smaller because not as many animals survive. And when the population gets smaller, the loop goes around again. So it's called an extinction vortex. And in nature, once the inbreeding level reaches about 10%, that's high enough that the disease frequency is common enough that the population starts to get smaller and smaller and spirals into extinction. And dogs, if we have great veterinary care now, which is helping, but the dogs are definitely in this extinction vortex where they're continuing to get sicker and sicker despite what we do. Ez az ábra, ami lefelé irányuló spirál, ez maximálisan jól mutatja azt, ami ugye egyébként nem csak a kutyák, hanem a természet esetében bizonyos fajok kihalásánál is érvényes. Van egy kis populáció, bekövetkezik a beltenyészet, egy olyan szintre ér a beltenyésztés, hogy a génállományból veszítünk, ezt tovább szűkíti az egész populációt, aztán megjelennek betegségek, az csökkenti a populációt, és ez egy ilyen negatív spirálként szépen lassan lefelé halad. Amik azt mondták, hogy a rák az azért alakul ki, vagy a rák kialakulásának az esélye az magasabb azoknál az állatoknál, amelyek nagyobb testűek, vagy amelyek tovább élnek. És látjuk azt például, hogy az elefánt mind a mellett, hogy egy nem is pici állat, meg nem is pár hónapos kort él meg, hanem sok-sok évet, az ő esetében az előfordulás az nagyon-nagyon-nagyon alacsony. És igazából itt nem lehetett tapasztalni semmiféle olyan jellegű dolgot, hogy lenne összefüggés az adott állat mérete, illetve az életkora, illetve a ránynak a gyakorisága szempontjából. So cancer does not change with size in mammals in general, but it does in dogs. Big dogs have more cancer than small dogs. So this is different than other mammals.
És a korábban látott emlősökhöz viszonyítva a kutya teljes mértékben eltér. Itt kimutatták azt, hogy a rák előfordulásának gyakorisága és a kutya mérete között igenis van összefüggés. Minél nagyobb testű egy kutya, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy... bocsánat, ez hülyeség, amit most mondtam, ezt felejtsek el, törők. Tehát a nagy testű kutyáknál a rák előfordulás, rákos megbetegedések előfordulásnak a gyakorisága sokkal magasabb, mint a kis testű kutyák esetében. Okay, so now let's compare mammals, other mammals with dogs. And you can see the data that I showed you first. And where dogs are in stratosphere with cancer rates. Tasmanian devil way up at the top is an Australian mammal that has a cancer called by a virus that they transmit when they bite each other. So it's an abnormally high level of cancer. But all the dogs are up there with this other extraordinary mammal that has a viral cancer. Ez pedig az előző két ábrának az összehasonlítása, ahol látjuk azt, hogy más emlősökhöz viszonyítva a kutyák esetében a rákos megbetegedéseknek az aránya sokkal-sokkal magasabb. Egyetlen egy állat van, ez a tasmán ördög, aki ott az 50% környékén letelepedett. Náluk van egy vírus, amit harapással terjesztenek egymás között, és ez okozza a rákos megbetegedéseket. Yes. Let me see where we're in here. The solution. Let's just look at the solution. So here's the problem in a nutshell. Originally we had land-based breeds that had open gene pools that mixed dogs from one country area to another country area as people moved around. And then we said, oh, show dogs, and we created closed gene pools, and we lose genes, but we make beautiful dogs. So these are the two very different things, and there are very different consequences. We create diseases with closed gene pools, whereas we can breed sustainably with an open gene pool. And what I wanted to show you were some tools that you can use to help you imagine what's going on in your breed. And this is all of the dogs in a pedigree, from the founders to the dog the pedigree is about. And you can see the bottom. Tehát a kiinduló probléma nagyon összefoglalva az az, hogy a génállomány az önmagában zártá vált azzal, hogy a most jelenleg nem érvényben lévő, tehát a jelenlegi terjesztési stratégiákkal, regisztrációs folyamattal ugye leszűkült a génállomány, vannak tök szép, tök jó sókutyáink, amik tényleg jó mutatósak, viszont a génállomány változatossága az olyan, amilyen. Itt két nagyon érdekes grafika van, ami ugye a regisztrációknak az alakulását mutatja. A kezdetektől ugye a Founders névnél ott van az a rész, amikor elkezdődött a regisztráció, és akkor ahogy a változatossága a regisztrációnak megy, és ott látszódik is maga a palac nyakhatás, a botulnek feliratnál, ami azt mutatja, hogy ott beszűkült a génállomány. So this drawing is turned the other way, but it shows the effect of Pablo Sars disease tools. Itt az úszkárok esetében itt van ez a ugyanez a grafika, ugye alul látjuk azt, hogy amikor az egész dolog megtörténik, amint a regisztráció, és ott van egy extrém beszűkülés, tehát látszódik az, hogy mivel visszatérünk oda arra a kiinduló tézisre, hogy mi van akkor, hogyha ugyanezt a fedezőkat használjuk, nem minden esetben, de az esetek többségében. Itt látszódik, és ez létező regisztrációs adatokból készült délra, hogy ott van egy extrém beszűkülés. Tehát amikor az van, hogy van nekem egy ényertes kanon, az lett a beszűsor, hogy akár véled, ilyen mértékű beszűkülést tud okozni a populáción belül. Yes, okay. So,
that we developed our modern livestock from. But we're not protecting our dogs. And we should worry about our dogs. És akkor egy záró gondolat, és visszakanyarodtunk a legelejére. Tehát itt van az az intézmény, ami azért jött létre, nem kevés pénzből, nem kisebb szándékkal, mint megőrizzük azokat a növényeket, azokat a gazdasági haszonállatokat, amelyeket kialakítottunk az évszázadok évezredek alapján, és az emberiséget szolgálják. És akkor még mindig ott van a kérdés, hogy akkor mi lesz a kutyákkal. És ez egy olyan témakör a kutyáknak, a kutyafajtáknak a megőrzése, fenntartása, ami egy kérdőjel és egy komoly megoldandó kérdés. Thank you very much.